Szabó Lőrinc. Szégyen. Épp akkor léptem ki a kádból. És ahogy ott álltam, egy nő nyitott be hozzám. Egy nő, egy idegen. Fiatal voltam. Ő is az volt, és egész testem elpirult. A szégyen szelnye nyakon öntött, és rám tapadt, és lángra gyúlt. Úgy éreztem, hogy tetten értek valami nagy gyalázatot. Pedig mindössze az derült ki, hogy az vagyok, ami vagyok. Egy pillanat volt. Véletlen, gonosz pillanat. És a nő menekült, iszonyodva, hogy a ház rögtön rászakad. Menekült szegény, iszonyodva. Hogy ezért még lakolni kell, én meg ott maradtam a bűnnel, amit nem is követtem el. És töprengtem, és tiltakoztam, és lassan elfogott a düh. Aztán megmondtam, és nevettem. Minden jó lett is egyszerű. Régen történt, van vagy 10 éve. Mennyi rossz és jó oda van. Ma már se lélekben, se testben nem tudom szégyelni magam.